Szempont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Köszöntöm a Szempont hallgatóit, Géber László vagyok. 130 évvel ezelőtt született Lukács György. A mikrofonnál a pár. 130 évvel ezelőtt született Lukács György, magyar filozófus. Mondani sem kell, hogy amennyiben az elcsépelt jelzőt használnám, hogy világhírű gondolkodó, akkor ez hazájára nem lenne érvényes, mert nevét csupán világszinten jegyzik. Másutt valóban ismerik, könnyen utána lehetne nézni, hogy hányszor hivatkoznak rá, és hogy gondolkodásának pilléreit hogyan építik be az újfajta érvelésekbe is. Hazájában azonban alig, hanem néhány emberen kívül legszívesebben már azt is elfelejtenék, hogy élt. Nemzetközi hírnév ugyan már, néhány szektatag lázálma ez, semmi közünk hozzá. Hiszen Lukács úgy szerepel az emlékezetben, mint egy borzalmas, elvetemült, velejég bűnös kor ideológusa. Pillanatok alatt elő lehet húzni, hogy inkorrekt módon nem engedte Hamvas Bélát a pulpitushoz, vagy hogy a Kádár korszak 80-as éveiben egyébként rosszul értelmezett módon iránytadó gondolkodóként juttatták érvényre. Mert hogy valóban volt egy olyan korszak, amikor minden csapból egy lukácsi szentencia csöpögött, és ez nagyon nem tett jó neki. Minden esetre, aki el akarja verni gyorsan, és gondolkodás nélkül a port Lukácson, elég lesz, a belemerül a 80-as évek termésébe, és már is ott a korpus delikti, ez a Lukács nem volt egyéb, mint a kádári Magyarország titkos ideológusa, akinek segítségével minden göbbületet fonákszerű vonatkozást meg lehetett magyarázni. Sokkal kevesebb esetben jut kifejezésre a tény, hogy belevetette magát a történelem sodrásába. Mondjuk a Nagy Imre kormányban 1956-ban szerepelt, és így próbálta igazítani a történelem menetét. Kilépett a filozófias steril közegéből a történelembe, magyarán kockáztatott, másokkal ellentétben, jegyezzük meg halkan. Az sem érdekes immáron, hogy a múlt század viharos 60-as éveiben sarokpontnak számítottak a század 20-as éveiben írt írásai lázadó értelmiségiek, forradalmi ösztönzéseket kereső fiatalok gyakran hivatkoztak rá. Mi jellemző, hogy Szabó Tibor, szegedi tanár, ráakadt egy kidobásra ítélt Lukács mellszoborra Budapesten, aztán saját kertjében állította ki a szobrot. Lukács tehát semmiképpen nem in. A fiatalok meg nem is hallottak róla, semmilyen hang nem szűrődik át a néhai lukácsi gondolkodásból. Elfeledésre ítélt a tény, hogy a jelentékeny francia filozófus Lucien Goldman, mondjuk, meg volt győződve, hogy a XX. században egyébként agyon imádott Heidegger létés ideje mögött ott kell a magyar filozófus munkásságát látni. És most lapozzunk. Lukács része annak a modernizálódó magyar milliónek, amely megannyi ellentmondás között formálódott. Tehetős családi hátterének része, hogy apja a pénzügyi szféra élvonalában foglalt helyet. Lukács elképesztően fiatalon írja meg első nagy könyvét, amely a dráma irodalom történetével foglalkozott, és szinte hihetetlen, hogy valaki ennyire fiatalon tudott ilyen könyvet létrehozni. A korabeli világgal való viaskodásnak tülete, hogy Adi, a profétai hangú költő válik orientációs pontán számára. És polgári kilátások nélkül alakult élete. Nemzetközi szinten eszély váltottak ki elismerést, amelyekben persze ott a századforduló reflexivitása. Az eszében létformát látott, ám az eszé műfaja nem jelentett belépőjegyet az akadémiai szférába. Ettől függetlenül kedvence volt a német akadémikus intellektuális köröknek, amelyek tagjai gyakorlatilag a kor legnagyobbjai voltak. Aztán az eszékorszakon is túllépett, következtek a szisztematizáló, igényű művészetfilozófiai és esztétikai munkák méghozzá az első világháború alatt. Megjegyzendő tény, hogy másokkal ellentétben írtózattal tekintett az első világháborúra. Aztán 1918-ban megtörténik a fordulat. Legalábbis a kortársak így ítélték meg. Innen a kielentés, miszerint Saulus Paulusszá alakult. Még 1918-ban Lukács a bolsevizmus és az erkölcs antinómiáiról írt elévülhetetlen sorokat, aztán egy csapásra, mondom még egyszer, a kortásoknak úgy tűnt, egy kommunista meggyőződésű filozófus lépett a színre, aki meg volt győződve, hogy Marx kezeiben ott van a történelem kulcsa. És erről nem mondott le haláláig sem, függetlenül attól, hogy a történelem dinamikája milyen jellegű szituációkat teremtett számára. És nem ez utolsó sorban függetlenül attól, hogy megannyi csalódást sújtotta, és annak ellenére, hogy megannyi forma tört szét, és hogy a kommunizmus eszmét hatalomtartók bitorolták. Ha végig gondoljuk életének alakulását, mégsem egészen váratlan volt a szituáció, ellenkezőleg következik ez a polgári világgal való szisztematikus és akár kélelhetetlennek is bizonyuló szembeállásából. A 20 évek terméke a már itt szóba hozott rebellis könyv, a történelem és osztálytudat, amelyben Lukács Marx rendkívül figyelemre méltó elemzését nyújtja. Miközben objektív okok folytán nem ismerhetett fontos könyveket a német gondolkodó tollából hiszen az, azok akkor még ott voltak különféle archívumok mélyén. De Lukács ott végig gondolt valamit, visszahozta a marxizmus elegyét a filozófia és a politikai gazdaságtan között, noha az is igaz, hogy az említett könyvön tapasztalni lehet Max Weber hatását is. Aki figyelmesen elolvassa a 30-as években írt írásait, azt fogja gondolni, hogy, mint ahogy Lenin számára is 1921-ben világos volt, hogy a létrejött rendszer nem illik a szocializmus mércéhez, úgy az, ami ott és akkor a Szovjetunióban kilakult, nem volt szocializmus. Elég lenne csak Lukács nyelvi fordulatait kísérni, hogy érezzük. Ő nem a kommunizmus szótárával beszél, mert nem beszélhet úgy. Hogy személy, rajta van a sztálinizmussal kapcsolatos vád jegye, ez azzal magyarázható, hogy úgy gondolta, mindennek ellenére mégis a létező szocializmus tartalmazza a jövő csíráját. A ma, gondolta ő, a jelen, ugyan élesen eltér mindenfajta szocialista-kommunista mércétől, de akkor is méhében ott láthatjuk a megfogant jövőt. Szokás Lukácsnak szemére hányni, hogy egyszer úgy találta, bár ez sokkal később történt, hogy a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a kapitalizmus. Valóban, ha ezt szó szerint értjük, akkor könnyedén és gyorsan pálcát törhetünk Lukács fölött. Csak hogy akkor is megmarad a makacs kérdés, mi a szocializmus? Vajon szocializmusnak nevezhetjük-e azokat a formációkat, amelyeket a létező szocializmus neve alatt ismerünk. Mert ha nem, akkor Lukács állítása is másképpen értendő, legalábbis a szokványos elképzeléssel szemben, amely itt legfeljebb a szocializmus apológiáját és a szocializmusnak az erőszakon keresztül megvalósuló áttöréseit pillantja meg. Lukács 56 után kínos volt a rendszer számára, izolálták, egy időben még csempésznie is kellett műveit külföldre. Minden esetre csalódottan halt meg, a szocializmus elveszítette a dicsfényét, azt gondolta, hogy az egészet újra kellene gondolni. Az ígéret nem valósult meg, a szocializmusnak nevezett valami tévpályákon mozog, a baj nem felületi, hanem mély szerkezeti jelleg. Tett is egy filozófiai kísérletet a rekapitulációra élete vége felé. Az ontológia ugyanis pontosan ezt az intenciót jelenítette meg: újra gondolni az egészet a léttan segítségével, a lehető legmélyebbre ásni. Ám gyanítható, hogy kísérlete inkább zsákutcának minősíthető. És ne feledkezzünk el arról sem, hogy mély nyomokat hagyott Nyugoszláviában is, Vajdaságban is. Aki éppen arra kíváncsi, hogy hol találhatóak ezek a nyomok, ám olvassa Vajda Gábor munkásságának megfelelő részét. Ráadásul ő még Lukács realizmus elméletének is szentelt egy hosszabb lélegzetű stúdiumot. A szerző későbbi pályafutását figyelembe véve ez mindenképpen érdekes tény. De ott van 1972-ben a híd figyelemre méltó tematikus száma, méghozzá Lukács halála kapcsán, mögötte az elmaradhatatlan Dési Ábellel. Az új szimpózió, ne felejtsük, egy Lukács írással indított. És akkor itt kisrajzolhatunk egy évet. 1981-ben a jelesíró síró István, egyéb iránt Lukács titkára, az ő segédletével megjelent Lukács utolsó interjúja, amelyben Kádár Jánosra nézve dehonestáló kritikai megjegyzések voltak találhatók. A kézirat még a nyomdában elkezdte sajátos pályafutását, egy nyomdai följelentés alapján az akkori belgrádi magyar nagykövetség tiltakozott. Az új szimpózion Főszerkesztője Sziver János egy csellel élt, konfrontálódva a kínos dilemmával, hogy lemondjon-e a szöveg közléséről, vagy beavatkozásokat hajtson végre, mégis az intervenció mellett döntött. Ám úgy, hogy világossá váljék, hol szünetel a szöveg. Pontokat helyezett el, mint egy tudatosítva, hogy valamilyen tiltás van jelen a szövegben. Persze ezzel nagyon sokat kockáztatott, nevezetesen azt, hogy kompromisszőrnek minősítsék. Évekkel később a nagy adikutató vezér Erzsébet, minden bizonyal nem tudván a körülményekről, úgy beszélt a rádióban, hogy még az új szimpózión sem merte leközölni a teljes szöveget. Ám nem a bátorság hiányáról volt szó, hanem egy szituációban kibomló. Érthető és értelmes döntésről. És nem ez a kis történet is az bizonyítja, hogy a Lukács életműbe mindig volt egy rebellis darabka.